Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Ebben a műsorban nagyon sok életutat ismerhetünk meg. Megismerhetjük a csodákat, a jó dolgokat, de találkozunk fájdalommal, keserűséggel és nehézségekkel is. A mai napon ebben a műsorban Horváth Hella életét és pályáját járjuk végig. Hella, nagyon köszöntelek, és különösképpen köszönöm, hogy itt vagy velünk. Szia! Köszöntöm a nézőket én is, és szeretettel köszöntelek téged, köszönöm, hogy itt lehetek. Az, hogy miért különösképpen, ez majd a beszélgetésből kiderül, de aki emlékszik az egy évvel ezelőtti történtekre, amikor kiállítások egymást követték, mint Oregamista, illetve a könyvtárosok találkozója itt Székesfehérváron, neked rengeteg munkát jelentett, nagyon sokat szerepeltél a helyi médiában is, és máshol is, és rengeteget dolgoztál, és utána eltűntél, hogy miért, ez kiderül a beszélgetésből, de akkor először térjünk rá a könyvtári munkádra. A Vörösmarty Mihály könyvtár sajtómunkatársa vagy. Hogy kerültél a könyvtárhoz és ebbe a pályára? Ez egy nagyon érdekes dolog volt, ugye akkor, amikor középiskolában tanultam, hát ugyanúgy, mint ahogy a mai fiatalok többségének még nincs nagyon elképzelése, hogy mi szeretne lenni, én sem nagyon tudtam. Voltak ötleteim, elképzeléseim, de realitása nem mindennek volt igazán. És az iskolában indult könyvtárfakultáció, ahol megtanultuk a könyvtári munka csínyának, bínyának az alapjait, és én nekem ott akkor ez nagyon nagy kedvet hozott, illetve hogy ezt hozzá kell tenni, hogy mindig van valaki, aki meghatározó személyiség egy ilyen pálya elindulásánál. Nekem ugye ott akkor a tanárnő volt az egyik, a másik pedig, amikor szakmai gyakorlaton voltunk kint az Ikarusz könyvtárban, akkor ott leltároztunk, és az ottani két kolléganő, akik közül az egyikkel most is együtt dolgozom, egy életre meghatározó volt a szakma szeretete szempontjából. Illetve a könyveket nagyon szeretem, így én nagyon jól éreztem magam kezdetektől fogva a könyvtárban. És mi volt a munkád valójában az elmúlt években a könyvtáron belül? Nagyon-nagyon sok mindent tettem, nagyon sokféle feladatot láttunk el. Hát ugye a kezdetek azok úgy indultak, hogy kölcsönző könyvtáros voltam, tehát az olvasókkal foglalkoztunk. Ezt meg kell, hogy mondjam, nekem meg kellett tanulni. Tehát lehet, hogy nem hiszitek rólam, de én ránézni nem mertem az olvasókra, megszólítani őket pláne nem. Tehát én nekem ott a kollégák nagyon-nagyon sokat segítettek, nagyon nagy utat jártam be, nagyon sokat fejlődtem, változtam. Hát egészen annyira, hogy a mai napig már azért ilyen problémáim nincsenek. Milyen voltál gyereknek? Mert akkor látszott, hogy a könyvek felé fogsz mozdulni, hogy ilyesfélével fogsz foglalkozni? Nem voltam egy feltűnő valaki, a társaság középpontja. Inkább egy olyan kis csendes, magának való kislány voltam. Olvasni viszonylag későn kezdtem el megszeretni az általános iskola vége felé, de onnantól kezdve azért a könyvek rabul ejtettek. A könyvtárosi munkád mellett és a sajtómunkatársi munkád mellett mi volt a szabadidő elfoglaltságod? Ez is egy hosszú út volt, mire az Origamira találtam úgy rá, hogy az teljes egészében magával ragadott. Ugye azért a könyvtári munkára, ha még így visszakanyarodhatok az elején, egyrészt ez egy hosszú-hosszú út volt, másrészt ugye rengeteg sok feladat van a könyvtárban, és szép apránként kóstolhattam bele sok mindenbe, és találkozhattam különböző emberekkel. És amikor a kisfiam született, akkor ugye az Origami lépett be az életembe. És ami nekem egy óriási szerencsém volt, hogy egy alkotóművész volt az egyik kollégánk, aki az én munkáimat nagyon... Az én munkáim nagyon tetszettek neki, és ő indított el arra, hogy kezdjük el ezt megmutatni másoknak, és ne csak a fióknak hajtogassak. Tehát valahol kapcsolódik így a könyvtár is, de addigra már gyermekfoglalkozásokat is vezettem, úgyhogy evidens volt, hogy az Origamit játékos formában behozom a foglalkozásokba, és én ezt a mai napig tanítom gyerekeknek. Laikusnak elképzelhetetlen, hogy készülnek papírból azok az alkotások, amelyeket te kiállításokon is megmutattál. Mi kell ahhoz, hogy valaki jól hajtogassa a papírt? Elsősorban csak annyi kell, hogy legyen kedve hozzá, és legyen rá nyitottsága. Próbálja meg. Nagyon sok olyan alkalom és lehetőség van, ahol lehet origamizni, tanulni, akár autodidakta módon, akár emberektől társaságban. Az origaminak számtalan irányzata van.
Ez azért jó, mert mindenki megtalálhatja a kedvére valót. Van, aki a teatasakokkal szeret hajtogatni, van, aki állatfigurákat szeret, van, aki játékokat készít inkább. Most már vannak szoborszerű alkotások, van vizes technika, ezer papír technika. Nagyon sokféle dolog van. Én egy origami találkozón találkoztam a mesteremmel, Somával, Somos Endrével, aki akkor egy teszalelt dobozt tanított nekünk, hát az első látásra rabul ejtett, úgyhogy én a teszalációt onnantól kezdve kezdtem el tanulgatni. Rendkívül izgalmas számomra, mert egyetlen egy papírlapra tesszük rá motivumokat, ugyanazt a mintát ismételjük, többször a fraktálok elvén működő modellek is vannak, illetve vannak ezek a mozaikszerű kép megjelenítések, és számtalan variációs lehetőséget rejtenek magukban. Ez egy erősen logikai játék, tehát nem a hagyományos origami szemlélet, illetve gondolkodásmód kell hozzá, térlátás kell hozzá nagyon, koncentrálni kell nagyon, és én ezt nagyon szeretem, nagyon-nagyon jól kikapcsolt engem, tehát mindig ez volt az, ami felüdített, kikapcsolt, olyan volt számomra, mint másnak a meditáció. Van valami szervezet, ami összefogja az origamistákat? Magyar Origami Kör működik Magyarországon, ahol számtalan csoport van, akik csatlakoznak így a körhöz, illetve vannak nemzetközi, és vannak kis nyári-tavaszi találkozók, és most is lesz majd egy nyári találkozó. Hogy visszatérjek arra a kérdésemre, hogy mi kell hozzá. Biztos vagyok benne, hogy elképesztő kézügyesség, finom mechanika, és ennek minden hangolása, összehangolása? Igazából az origamiban az a varázslatos, hogy a finom motorikus mozgásoktól kezdve jobbal vagy félteke összekapcsolása, koncentráció, figyelem, logika, tehát nagyon-nagyon sok mindent fejleszt, de játékos formában anélkül, hogy ez olyan nagyon direkt ki lenne mondva, és nagyon-nagyon könnyen lehet tanítani pici gyerekeket, nagyon könnyen lehet tanítani felnőtteket, idősebbeket, csak minden korcsoportnak meg kell találni azt a motivumot vagy témát, ami érdekli, illetve nagyon fontos, hogy olyan modelleket tanítsunk eleinte, ami sikerélményt hoz. Hogyha sikerül meghajtogatni, nem bonyolult a minta, megtanulta az illető, és van hozzá kedve természetesen, akkor ő elindulhat egy olyan úton, ahol igazából tényleg csak a lehetőségek tárháza áll előtte. Nem véletlenül kérdeztem én rá a kézügyességre, hiszen tudjuk, hogy mi az, amin most átmentél. Ez is most már kiderül, hiszen el kell mondani, hogy tavaly nyáron egyszer csak eltűntél a városban, és sokan nem is tudtuk először, hogy mi történt, mi is történt veled valójában. Hát az utolsó munkanapomon, mert hogy nyári szabadságra készültünk, egy nagyon erős torokgyulladással mentem haza, estére már belázasodtam, úgyhogy nekem végül is ott indult a kálváriám, egy felső légúti megbetegedésnek tűnt az egész. Hát megértem én is azt, hogy ügyelet, nincs semmi baja, aztán kiderült, hogy sokkal súlyosabb, akkor antibiotikum, és mire kigyógyultam ebből a torokgyulladásból, az egy hét volt. A következő napon jóformán kezdődött igazából a szövődménye, a folytatása a történetnek, tehát mégsem egy egyszerű felső légúti megbetegedés volt. Gyakorlatilag egy autoimmun folyamatot indított el bennem ez a vírus, és lebénultam teljesen másfél nap alatt. Ez tulajdonképpen mit jelent? Kezed, lábad nem mozdult? Ez Guillain-Barré szindrómának hívják ezt a betegséget, a ritka betegségek egyike. Ez azt jelenti, hogy viszonylag kevés előfordulása van Magyarországon ennek a betegségnek, tehát nem annyira ismert. Talán ezért volt az, hogy a sürgősségéről is hazaküldtek, hogyha jobban leszek, jöjjek vissza két nap múlva, ha nem, akkor meg másnap. És hát ugye másnap visszamentem, hogy hát rosszabb lett, lebénultam. Tehát óráról órára romlott a helyzet. Gyakorlatilag egy gyengeséggel kezdődött, eleinte alig fel tudtam még állni, utána már kapaszkodnom kellett, aztán már csak segítséggel tudtam közlekedni, a végén pedig már sehogy sem. Ez egy alulról felfelé szálló bénulás, tehát a lábaimmal kezdődött, és utána ment át a kezemre. Nekem az volt a szerencsém, hogy amikor a kórházba bekerültem, akkor az ügyeleten egy olyan doktornő volt, aki azonnal erre a betegségre tippelt, és azonnal el is kezdte a kezelését, tehát nekem a légzőszerveimet nem érintett, én nem kerültem lélegeztetőgépre. Hogy élted meg az első napokat?
Meg kell, hogy mondjam, egyfajta nyugalom. Tehát furcsán hangzik, de egy olyan, mint amikor az ember légüres térbe kerül, és nincs semmi, ami rossz lenne. Pedig hát ott fekszem úgy, hogy meg se tudok mozdulni. Tehát egy nagyon furcsa érzés volt. A kórházban hihetetlen segítőkészek voltak, tehát az optimista hozzáállás, az a bíztatás, az a segítség, mindenkinek volt egy jó szava. Ez rengeteget jelentett ahhoz, hogy tudjak hinni és bízni és remélni, illetve hát a humor. Tehát ott is az intenzív osztályon azért volt egy nagyon jó humor, ami segített nekünk abban, hogy egy-egy helyzeten nehéz problémán, vagy periódoson átlendője. Sok mindenre tudunk gondolni az intenzív osztályal kapcsolatban, csak épp a humorban nem, de hogy ez nálad így működhetett, én ezt azért hiszem el, hiszen egyszer rád kérdeztem Messenger üzenetben, és már akkor olyan választ kaptam, mintha semmi baj nem történt volna. Hát csak volt egy torokgyulladásom, hát csak lebénultam, de olyan... Az az igazság, hogy az ember megtanul hálás lenni mindenért. Tehát megtanultam hálásnak lenni azért, hogy időbe bekerültem, hogy nem kerültem lélegeztetőgépre. Ez szerintem egy óriási dolog. Megtanultam hálás lenni azért, hogy olyan emberek vannak körülöttem, akik bíztatnak, segítenek, nem csak egy darab tárgy vagyok. Hálás tudtam lenni azért, hogy van gyógyulás. Tehát ez egy olyan betegség, ami igen, adott pillanatban nagyon rossz, nem hatott a fájdalomcsillapító, se az intravénás, se az infúziós, stb. Tehát, mi okozott fájdalmat? Ahogy az idegsejtek haltak el. Ez egy nagyon erős fájdalom. És akkor ez így egész testben? Uh-huh. De ennek ellenére azért voltak humoros helyzetek, és hogyha az ember képes ezeket felismerni, meglátni, képes egy kicsit mosolyogni rajta, akkor már sokkal könnyebb minden. A legtöbb betegségnél az ember keresi a sorstársakat, tehát keresi a példát, aki már átesett, hogy tudjon bármit mondani erről. Ez a betegség nagyon ritka. Tehát találkoztál olyanokkal, akik szintén voltak GBS betegek? Igen. Az volt a nagyon nagy szerencsénk, hogy a Facebookon van egy csoport, ami kifejezetten ezeknek a betegeknek a segítő csoportja. Van egy nemzetközi alapítvány, aminek a magyarországi csoportja hozta létre ezt az oldalt, ami azért nagyon jó, mert itt valóban sorstársak vannak, és aki ennek az egésznek az összefogója, ő személyesen fel is veszi a kapcsolatot azokkal, akikről tudomást szerez. Rengeteg tapasztalatot kaptam tőlük, rengeteg tanácsot, segítséget és biztatást. Tulajdonképpen mi a kezelési módja? Plazmaferezés az egyik, illetve az IVIK kezelés, ennek lényege az, hogy a fehérvérsejteket lecsapolják a szervezetünkben, és a plazmaferezés során ezt egy gyógyszerrel pótolják, és gyakorlatilag utána azonnal elindul a gyógyulás. Tehát ebben a betegségben, ha lehet azt mondani, hogy van jó, az, hogy ez egy visszafelé épülő folyamat. Tehát nekem igazából csak hinnem kellett és kitartanom, hiszen ugye napról napra éreztem a változást. A legelső, ami után az intenzív osztályról kikerültem, az volt, hogy egy papírlapot fogtam a kezembe, hogy tudok-e vele hajtogatni, a finom motorikus mozgásom mennyire ment el, hiszen a kezemet megemelni alig bírtam, tehát a papírlap is súlyos volt. Nehezen, de meghajtogattam. Úgy voltam vele, hogy csak tudjam félbehajtani szépen pontosan. Elszöszmötöltem vele, sikerült, jó, hát akkor nézzük meg, hogy mi van, hogyha átlót is hajtok. És a végén sikerült az első madár, úgyhogy ott akkor sorozatba gyártottam a madarat az ápolónőknek, már ugye azért napi egynél több nem készült el, de igyekeztem. Tehát, hogy a finom motorikus mozgásom megmaradt. Ugye ez megint egy olyan pont volt, amiben lehetett bízni. És azért napról napra érezni azt, hogy már megmozdul a lábam, már könnyebb a kezem, már nem csak két kézzel tudok fogat mosni, hanem már mondjuk elbírom a fésüt is. Tehát, hogy ezeket úgy kell megélni, mint örömforrásokat, mint egy csodát. Mennyi ideig voltál az intenzív osztályon? Ott egy hétig voltam. És az intenzívről kijövve már elkezdett újra, ha minimálisan is mozogni egy-egy testrészet. Hát milliméterekre haladtunk, igen. A jobb lábamat tudtam egy hónap alatt megtanulni, felhúzni. A bal még akkor nem. Nem indult meg ennyire, ahhoz kellett egy kis segítség. Megtudtam az egy hónap végére már egyedül fésülködni, fel tudtam öltözni, fel tudtam ülni az ágyon egyedül.
és hát ugye utána kezdődött a rehabilitáció egy intézetben, hát az nagyon hosszú volt. Tehát ott azért már nem volt ennyire könnyű minden, ott azért meg kellett tanulnom megismerni a hitem erejét, mennyire tudok kitartó lenni, a félelmeimet, a gyengeségeimet. Tehát én azt hittem, hogy olyan erős vagyok, és megy ez, hát hiszen itt minden arról szól, hogy meggyógyuljunk, csak amikor megtudtam, hogy a fiamnak torokgyulladása van, akkor összeomlottam, hiszen nekem is azzal kezdődött. És ilyen apró eseményekből derül ki, hogy mennyire vagyunk erősek. Visszatérünk majd a gyógyulásod folyamatásra, de ha már szóba hoztad a gyermeked, mennyi idős a fiad? 21 éves. Hát mondhatni, hogy majdnem felnőtt, de hogy érte ezt meg, hogy mi történt az édesanyjával? Hát azért ez egy sok volt. Őneki és a páromnak és a környezetemnek, szüleimnek, mindenkinek, hiszen egyik nap még előtte esküvőn voltunk vendégként, a következő nap pedig ott feküdtem le bénulva, tehát azért, és ráadásul ugye akkor még az esélyeim azért nem voltak 100%-osak a felépülésre. Benne volt a kalapban minden, tehát az is, hogy nem fogok én onnan kijönni már. De ő egy hihetetlen erős fiú, nagyon. Nagyon nehéz küzdelem volt neki is, viszont talán mondhatni, hogy szerencsére. Ő addigra elnyerte az ösztöndíjat, az Erasmus ösztöndíjat Ausztriába, és legnagyobb örömemre el is fogadta, aláírta és kiment. Ugye augusztusban, amíg én kórházban voltam, minden napot volt, tehát azért az ebédtől kezdve mindenben mellettem állt, segített. Viszont mire én bekerültem a rehabilitációs intézetbe, addigra megnyugodhatott, hogy már biztonságban vagyok, gyógyulok, innen csak előre visz az út, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy vállalta azt, hogy kimegy, és nem marad mellettem. Tartottuk a kapcsolatot, tudtunk egymásról napi szinten, de ő a saját kis életét merte tudni kezdeni, én ezért nagyon büszke vagyok rá. Visszatérve a gyógyulási folyamatodra, nyilván az izmok összementek, elgyengültek a fekvés és a betegség alatt, tehát tulajdonképpen most feladat az izmokat újraépíteni? Hát elsősorban az idegrendszernek kell regenerálódnia, és mellette párhuzamosan az izomépítés is folyik. Borzasztó nehéz dolog azt megélni, hogy ami eddig teljesen természetes volt, például felállni, nem tudom, hogy kell. Vagy állni, nem tudom, hogy kell. Leülni, nem tudom, hogy kell. Tehát, hogy lépésről lépésre mindent meg kell tanulni. Melyik izmot kell megfeszíteni, mire kell figyelni, hogyan kell tartani magunkat. Tehát nem jön ösztönből ez a dolog, nem. Mint ahogy manapság, hanem mint egy kisbabánál újra kellett tanulni mindent ezeket a mozdulatokat. Mindent újra kell tanulni, igen. Illetve ami még nehéz ebben az egészben, hogy bízni a testünkben. Tehát amikor ott állok a bordásfal előtt, és összecsuklik a térdem, akkor nagyon nehéz bízni a testemben, hogy de meg fog tartani. Mert megtapasztaltam, hogy nem. Tehát ezeket mind-mind, de ott is azért a gyógytornászok is nagyon segítőkészek voltak. Ott is sokat sírtunk, sokat nevettünk, de volt egy nagyon jó kis csapat, betegtársak, ugye ezt el kell mondani, hogy ott eleinte hárman voltunk ugyanebben a betegségben, utána lettünk négyen, öten, hatan, aztán maradtunk megint hárman, és egy kis társaság jött össze még rajtunk kívül más betegségből gyógyulókkal együtt. Olyan kb. Hatan voltunk ebben a kis csapatban, úgyhogy mi minden este közösen kint a közös helyiségben beszélgettünk nagyon sokat, és hát ugye a humor megint, csak azt tudom kiemelni, amikor az ember a saját nyomorúságán is tud nevetni, akkor ott minden rendben lesz. Az emésztőrendszerednek nem okozott gondot? Nekem nem, szerencsére. Mert olvastam róla, hogy van, hogy így is jelentkezik. Ami számomra érdekes, amikor készültem a műsorra, és utána néztem a betegségednek, több helyen olvastam azt, hogy tulajdonképpen akár egy-két hónap is lehet a gyógyulás. A te esetedben azért sokkal hosszabbnak tűnik most. Ennek tudod az okát? Hát 10 hónap van mögöttem. Ugye itt mindig a súlyosságtól függ. Tehát aki nem bénul le, ő valóban néhány hónap alatt felépülnek.
ugye én nekem azért súlyos volt a betegségem, én lebénultam. Most ebből a bénulásból visszaépülni, ez egy sokkal lassabb folyamat. Tehát már lehet, hogy nem is a betegséggel van gond, hanem az újraépítéssel. Így van, igen. Ez adja a feladatot. Igen. Most már itthon vagy, hogy telnek a napjaid? Gyógytorna. Jár hozzád gyógytornász? Jár hozzám gyógytornász, hiszen ugye, amit a kórházban kaptam, 2014 alkalmat, azt a vírushelyzet miatt nem tudtam a hazatértés, amikor igénybe venni, úgyhogy ezt most fogjuk majd elkezdeni. Hát sajnos ugye ez a vírushelyzet, ez nagyon közbejött. Én pont akkor jöhettem haza, illetve hát akkor küldtek haza mindenkit, amikor ez az egész kezdődött, és abban az időszakban ugye mindent egyedül kellett. Úgyhogy azért ez egy kicsit nehéz volt, de hát a kórházban azért nagyon jó alapokat kaptunk, megtanították a gyakorlatokat, a feladatokat, ez már csak az egyéni szorgalmon múlt, hogy otthon az ember csinálja-e vagy sem. Most kezdődött újra a fizikoterápiám, járok máshova is gyógytornára, tehát több dolgot is próbálok, ami segít. Mennyire vagy most önálló? Hát tulajdonképpen valamennyire már igen. A lakásban már elboldogulok egyedül. A lépcsőn már mankóval le tudok jönni. Egy rövid távokat már tudok közlekedni. Hát ugye, ami még nekem nagyon nagy gond, az az egyensúly. Tehát 2-3 másodpercre tudok önállóan megállni, és a főzéstől kezdve bármi borzasztó nehéz, úgyhogy támaszkodva. Tehát mondjuk leszűrni a forró krumplit. De jók ezek a kihívások. Főzöl? Sok kreativitás kell hozzá. Főzöl már? Egyszerűbb dolgokat, igen. Volt olyan pillanat a folyamatban, amikor elengedted magad, vagy feladtad? Feladni nem. Tehát azt azért nem annál harcosabb vagyok, de vannak olyan pillanatok, amikor nagyon nehéz, és amikor eltörik a mécses. Vannak mélypontok. Nyilván szeretnénk azt hinni, hogy a gyógyulásod most már nagyon közeli, hiszen most már azért tényleg látványos. Milyen terveid vannak? Az a helyzet, hogy nem tudok mit mondani erre, hiszen ugye még csak 10 hónap elmögöttem. Augusztusban lesz egy éve, hogy küzdök ezzel a betegséggel, illetve pontosabban, hogy a gyógyulás útján járok. Nagyon sok függ attól, hogy vissza tudok-e menni a munkahelyemre, vagy sem. Milyen állapotban leszek. Ugye itt a fejlődés, a javulás, ez napi szinten apró lépésekben történik. 2 hónap alatt én csodát remélek, de hogy milyen ebből össze, ezt nem tudom. Úgyhogy addig én nem merek. Ugye korábban azért mindig az volt, hogy tűztem ki célokat magam elé. Apró kis piciket célokat, és ezeket el tudtam érni. A gond akkor volt, amikor időkorlátokat kaptam. Tehát amikor jöttek ezek az ötletek, hogy hú, meglátod, decemberre már járni fogsz. És nem. És akkor ezek azért nagyon, nagyon megrendítettek belülről, tehát most már nem engedek célok közé időkorlátot. Most már nem tűzök ki magamnak ilyet, hogy augusztusra én menni fogok, hanem hagyom, hogy úgy történjenek a dolgok, ahogy kell. Én igyekszem, napi szinten teszem, és majd akkor, amikor ott leszünk a táppénzes időszak végén, akkor meglátjuk, hogy mit dobott az élet. Minden esetre hatalmas nagy előrelépés, hogy itt voltál ma, és hálás vagyok, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönöm, kívánom, hogy nagyon-nagyon gyorsan gyógyulj meg, és legyél túl ezen a szörnyűségen. Nagyon szépen köszönöm, de nem szörnyűségként szeretnék erre visszatekinteni, hanem egy élettapasztalatra, amiből én nagyon-nagyon sokat tanultam, és bízom benne, hogy ezzel talán majd másoknak is fogok a későbbiekben tudni segíteni. Ez igazán példaértékű. Köszönöm még egyszer, kedves nézőink! Az elmúlt műsorban vendégünk volt Horváth Hella. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!